Egyre nagyobb divat a háziasszonyok körében, hogy otthon termesztenek fűszernövényeket. Megyeri Szabolcs kertész a vendégünk, akár még az erkélyen is. Na most vegyük gyorsan, hogy mi az az alap fűszernövény, amit otthon kell tartanunk, amit jó otthon tartanunk. Hát ugye azt érdemes megnézni, hogy mi az, amivel találkozik az ember. Mi az, amivel a háziasszony találkozik akkor, amikor ugye elmegy mondjuk akár egy barkácsáruházba, de hát lényegében most már élelmiszerláncokba is ugye a pénztár felé halad, ugye betolják ilyen kocsikon ezeket a fűszernövényeket, és hát ugye általában ugye abból tudunk választani. És akkor ugye mindig a levendulát, a rozmaringot, a zsáját, ilyesmit ugye a legtöbben ismerünk, és akkor utána szépen ezt ki lehet egészíteni a zellerrel, kapukkfűvel, citromfűvel, zsájával, oregánóval, petrezselyemmel, egy pár ilyen aprósággal. Figyelj, és Szabolcs, aztán... én komolyan mondom, hogy én annak a híve vagyok, hogy bemegyek egy bizonyos áruházba, és ott vannak nagyon-nagyon szépen kinéző kaspukba műanyag dolgok, azokat megvásárolom. Én most hajlandó vagyok lecserélni, hogyha segítesz, mert olyan élmény ez a fajta illatdús dolog, de nem tudom felismerni. Tehát ha segítesz egy olyan puritán fűszernövény nekem otthonra berendeznem, amit csak néha kell meglocsolnom, akkor lecserélem az otthoni műanyagokat. Én ezt javaslom neked, hogy ezzel érdemes kezdened, ez a menta, ezt így nyugodtan fogd meg. A mentával. És ezért tudod egy kis limonádét is meg, limonádét, és egy kis mojitot csinálni. Picikét így próbáld meg így a kezedbe így összemorzsolni. Próbáld meg, légy szépen műanyagból csinálni így, ezeket. Így erőteljesen így fogd össze. Megfogadom. Igen, és egyébként ez nagyon jó, mert ha reggel így, tehát hogyha reggel miatt elindulsz munkából, csinálsz egy ilyet, igen, utána amikor így vezeted az autót, és mondjuk épp a dugó miatt bosszankodsz, akkor egyszerűen csak utána az arcod a kezedbe temeted, és már ott van vele ez a nyugtató jelzés. Erről a mozdulatról nekem egészen más jutott eszembe, de hagyjuk is. Szóval az a lényeg, így van, tehát a mentával tényleg bármit lehet csinálni, és ez az elpusztítatlan növény. Most, hogy így ezt csináltam, egyébként megrocsoljuk, és semmi baj nincsen. Így van, és akkor ezt mondjuk szépen vissza lehet metszegetni, tehát mondjuk, hogyha szeretnél leválni belőle a teába, akkor elkezdheted, vagy limonádéból. Ja, ez azért problémás, mert a Krisztián olyanra szokta nyírni a növényeket, amilyen a haja. Mondjuk itt tehát ilyen atom. És akkor mondjuk, ugye az a lényeg, hogy azért sokan a tetejét elkezdik nyisszálni, mert hogy ott a friss finom, az rendben van, de ugye a növény az mindig ott hagy ki, tehát ez egy ökölszabály, a növény az mindig ott hagy ki, ahol visszavágjuk. Tehát ugye itt a tetején vágjuk el, akkor gyakorlatilag marad ilyen 20 centis ilyen felkapaszodó szár rész, így nem tudom mennyire látjátok, de hogyha itt egy picit lejjebb, mint ahogy lehet itt látni, akkor hát igen, ott. És ezt az egészet ezt szépen vágj így el. Az egészet. Az egészet, persze. Ha nem használjuk fel, mit tudunk vele csinálni? Lehet, nyugodtan persze az egészet vissza lehet válni. Hagyósak szóhoz létszi egyszer az életben, még hűtőbe tehetjük? Hát én azt gondolom, hogy akkor, amikor már így van, pontosan. És akkor ezt csodálatos így szépen le lehet elhetteni. Ezt akkor ezt nyomkodom, ezt pedig locsolom. Ezt pedig locsolod és tovább neveled. Na most egyébként, hogyha pedig kiszeded ebből, itt átnéztem már a gyökérzet alul, de így ezt le lehet róla szépen szedni, akkor ezt meg lehet nézni, hogy ez miben van, de hoztam nektek. Tőzeget, igen. Tehát annyira jó vagyok. Ugye? Tehát a tőzeg, és ugye ennek az egésznek az a lényeg, hogy akkor, amikor megvásároljuk a boltokban ezeket a különböző fűszernövényeket, azok mindig ilyen tőzegben vannak. Valami hasonlóan intenzív illatú fűszer. Valami levendula. A levendula is, hát ami nagyon intenzív, a rozmarin például. Az, hogy én most ki legyek itt oktatva, én szeretnék valamit át is ültetni. Tehát hogy ezt tudjam, meg kell tanulnom. Van-e olyan, amit át tudok ültetni? Tulajdonképpen bármit át lehet ültetni, de a legfontosabb az, hogy akkor, amikor megvásárol ez bárhol, vagy megrendelhet internetről, teljesen mindegy. A legtöbb gyógy és fűszernövényről általánosabban el lehet mondani, hogy ezek tőzekben vannak. És ugye ott azért a tápanyagtartalom az ugye mindig előre determinálva van, tehát azt jelenti... Ezt átültetni magam. Szabolcs, pont nem kell, mert a földre van. Hogy tudom ráérezni, amit nem kell átültetni? Mondom, általában a Szabolcshoz beszélnék, hogy ha hazaviszem ezeket a növényeket, azonnal meghalnak. Azért, mert nem ülteted át őket, és gyakorlatilag a levendula azért az nem, tehát ez kicsit így óvatosabban. Tehát ezt egy kicsit meg kell így oldalt nyomkodni, és ki lehet szedni valóban, csak úgy az érzéssel. Az nincs a Krisztiánban érzés. Van bele? Jó, ez így. Igen, és mivel rakom bele? Hát mondjuk belerakod ebbe, csak ugye előtte akkor bele kell tenni egy kis földet. Hát igen, most pont más csinálunk, mint amit mondunk, de nem baj. Lényeg az, hogy bele lehet tenni, igen. Lényeg, hogy a Krisztián hadd csináljon valamit. Igen. Fontosnak érezni. Meg egyébként ez egy diszkaspó is nem cserép, de ezek az apróságban túllendülve. A lényeg az, hogy igazából tényleg ez egy ökölszabályként megtanulható, hogy amikor vásárolok egy tőzeg alapba ültetett gyógy és fűszernövényt, jó, ez így jó, igen. Csak egy picit nem baj, jó lesz. Oda szépen tömköd, de figyelj, hogy van ám ilyen kis műanyag kanál, és a műanyag kanál egyébként az ugye azért jó, mert nagyon sokszor, amikor ilyen régi vaskanalakkal vagy ilyesmivel próbálkozunk, akkor ugye ezeknek a növényeknek megsértjük a szélét, és akkor ott hát mindenféle ilyen gombás, baktériumos betegségek indulhatnak el.
Tehát gyakorlatilag minél inkább ilyen növénybarátabb eszközöket használjunk, tiszta metszólót, meg ilyen kis műanyagkanalat, ami nem sérteti meg a növények szélét. Visszatérve kicsit az ültetésre, jobb esetleg, hogyha magról nevelem ki? Hát az mindenképpen macerásabb, és ezt ugye elsősorban télen, tehát január-februárban szokták ugye vetni az ilyen különböző ilyen kis friss zöldségnövényeket. Tehát én azt gondolom, hogy igazából ott azért maga a palánta nevelés az egy eléggé macerás történet, úgyhogy akkor járunk a legjobban, hogyha ezeket a növényeket megvásároljuk. Hogyha azért az elmúlt 10-15 évet nézem, akkor a kertbarátok kérdései, vagy a kertbarát hölgyeknek a kérdései, az túlnyomó része az mindig arra vonatkoztak, hogy odáig eljut mindenki, hogy megveszi, csak utána nem tudja tartani. De szóval szerintem inkább nem annyira szaporítást kellene elsajátítani, hanem a tartását. És a tartásban, ugye pont ez a lényeg, amit most Krisztián csinál, hogy át legyen ültetve. Folyamatosan frissítjük őket, gondozzuk. Így van, pontosan. És meddig kell öntözni? Ezt szerintem kb. 2 naponta. Nem. Úgy mondanám, többször kisebb adagba. Úgy mindent. A levendulát? Igen, mindent. Többször kisebb adagba. Még a levendula az mondjuk pont kikaptuk az egy legérzékeny dolgot, hogy most a csapadékos nyáron rengeteg levendula elpusztult a friss telepítések közül, tehát arra kell odafigyelni igazából, hogy a levendulát azt lehetőleg reggel vagy délben öntözzük. Kivéve, hogyha egész tárgyalásokat esélyt idén, és akkor minden. Nekem egy fontos kérdésem van, a nők vagy a férfiak ügyesebbek a kertészkedésben szerinted? A férfiak biztosan mennek, és ők inkább ilyen gyümölcstermő növényekkel tömnek különböző. Tehát ők azt szoktam észrevenni, hogy a férfiak azok inkább ilyen komolyabb növényekkel foglalkoznak. A gyümölcsel, szöldővel, igen, a termés, a nem tudom. Vagy például most mondok egy példát, nem tudom téged mennyire izgat az, hogy az egy ilyen szilfa mintás kaskóban van. Szerintem téged egyáltalán nem, de a hölgyeket nagyon. Tehát gyakorlatilag itt a kaspuk. Nem mondod lázban. De egyébként most még egy tippet hadd adjak a kaspura. Nők nagyon el szoktak ebbe csúszni. Tehát túl szép kaspurt vesznek, direkt azért most hoztam egy-két ilyen likítószint és lehet, de hogy alapvetően mindig a kasponál az a lényeg, nekem például nagyon tetszik így ez a forma világ, jó? Tehát, hogy letisztul, egyszerű, szép, és az a lényeg, hogy a növényre mutasson, jó? Tehát, hogy ne a kaspó legyen szép, ezt a hölgyeknek, na ez így már nem... Hát ez nehéz lesz a hölgynézőinknek. Ezt nehéz lesz überelni. Ezt nehéz lesz, na, nagyon szép, igen. Hát mondjuk lehet, hogy nem ezt a szint választottuk volna ugye a lilához, igen, a dolgokba ránéz, és egyébként meg teljesen rendben van, így van. Ez valami szint szolgálat. Most azért fordultam be, hogy egyébként van-e valami jelentőség a kertben. Hát persze, így van. Mi a jelentőség? Hát az a jelentőség, hogy nagyon szeretik kitenni az ablakba a hölgyek, ugye a gyerekek is. Hát ezek mind így, hát én azt gondolom, hogy inkább ilyen macskákat vásárolgassunk, mint ezeket a kerti törpéket, mert ezek legalább ízlésesek. Hogy beszéljük valami érdemiről is, mettől meddig zöldelnek ezek a növények. Hát ezek lényegében a fagyokig kint lettek az ablakba, ami valamikor ugye október elején, október közepén érkezik, de azért akkor, amikor fönt vagyok az első emeleten vagy a második emeleten, igen, minden eladó, akkor gyakorlatilag ott azért adott esetben október végéig is. Akkor utána szépen lassan ezeket be lehet vinni, és akkor a lépcsőházba vagy a konyhaablak belső felén is folyamatosan tovább tudjuk használni. Szabi, én azt gondolom, hogy a kettőm az úgy tudná elindulni, hogyha valamelyet megajándékozná, mivel én nem bízom még azt gyerek magammal, de ezt szeretném megkapni tőled ajándékban. Megbeszéljük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Szabolcs.